Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és Nyíri Zoltánt, a Ferencváros alelnökét itt a stúdióban, aki úgy jár hozzánk, mintha hazajárna, és ennek az az oka, hogy újra és újra Fradi sikerről számolhatunk be. Most nem akármilyenről, mert hogy a Fradi történetében még nem fordult elő, hogy egy csapat bajnokok ligáját nyert volna, most ez is megtörtént. Gratulálok hozzá! Köszönöm szépen, örülök, hogy benint itt lehetek, bár ez az érdem, én járok ide, de az érdem nem én vagyok, hanem a Ferencvárosban sportoló és dolgozó szakvezetők érdemei ezek, vagy az ő munkájukból vagyok én itten ilyen tévésztár, hogy így mondjam. És azért azt mondjuk el, hogy a csapat egy része a válogatottnál, sőt a csapat nagy része a válogatottnál van most, azért meg az tudtak jönni. Egész pontosan az egész csapat, pont azon, azon nevetgéltünk a múlt heti sajtótágazaton, ahol bemutattuk a, a érkezőket és beszéltünk a távozókról és a, a jövő évi tervekről, hogy egy játékos hiány, tehát az a 15-ös keretből egy játékos, a Gárdonyi Andis a fogásom a helyettese, vagy cserekapusa, egyébként nagyon sokat dolgozik neki, és nagyon jól dolgoznak együtt. Ő az egyetlen, aki most pihenni tér, a többiek mind, mind a váltóban vannak. Még a Nyéki Balázs is, aki ugye Még a, a második így a van. Adina. Így van, a Nyéki Balázs is bekerült a, a, világra, a, világligára készülő válogatottnak a stábjába. Tehát igazából a, vezetőedzőnk Gargazsolt, és előbb említett Gárdonyi Andis az, aki most pihenni tér, a többiek dolgoznak. Igen, tehát szabadság és a válogatott a két oka annak, hogy a játékosok, illetve a vezetőedző nem tudott eljönni hozzánk, Igen. ezért aztán te képviseled őket, és remélem, hogy átadod nekik a gratulációnkat annál is inkább, mert Igen. nagyon érdekes az, ugye az ember nem gondolja ezt végig, amikor azt olvasod, hogy 120 év történelem, és ez az első bajnokok ligája cím a Ferencvárosnál. Igen, ezt amikor elindultunk Hannoverbe, akkor én, és akkor néztem ennek utána, vagy akkor mondta valamelyik kollégám, csak úgy, hogy is mondjam, mementóként, hogy azért azon gondolkozzunk el, hogy ha sikerül, akkor ez az első csapat BL győzelem, vagy meggyőzelem lesz. És hát azt gondolom, hogy akkor úgy nem vettük komolyan ezt a, ezt a, dolgot. Persze az ember, most már, azt szokta, most már úgy mondom, hogy ha az ember ott van, és ez, a, ez, nagyon fontos, hogy ott kell lenni a legjobb nyolcban, mert akkor a csoda megtörténhet veled. Ha nem jutsz be a legjobb nyolcba, akkor nem tud megtörténni a csoda. Velünk a csoda történt meg, hogy a legkisebb testvér, vagy a legkisebb királyfi, vagy bár, bárhogy, ként mentünk be, ugye először újoncok voltunk, Ferenc nagyon-nagyon régen nem játszott ilyen, ilyen szintű BL mérkőzéseket, vagy backmatcheket. Mióta BL-nek hívják, és Final Six, Final Four, Final Eight van, még soha nem vettünk részt rajta. Tehát abszolút újoncként rögtön elhoztuk a, a fő díjat, hogy így mondjam. Tehát azt gondolom, hogy álomszerű hétvégét produkáltak a fiúk. Azért érdekes ez, mert ha az ellenfelek szemszögéből nézzük ezt a dolgot, akkor igen, mélyről jött a Fradi, már csak azért is, mert ugye a csoportjából negyedikként tudott tovább lépni, meg mert nem volt ilyen jellegű tapasztalata a csapatnak. Ugyanakkor viszont, ha azt megnézték a statisztikában, hogy az elmúlt két évben hét döntőt sikerült sorozatban megnyerni a csapatnak, és 2017-ben volt az utolsó, amit nem sikerült, akkor azt viszont érdemes volt komolyan venni. Így van, ilyen szempontból teljesen igazad van hogy ugye, és azt a döntőt is 5 méteresekkel vesztettük el. Milyen furcsa, hogy. Nem véletlen, hát, hogy ez gyakorolta a csapat. Igen, akkor elvesztettünk most... két döntőt 5 méteresekkel, azóta nyertünk két nagyon fontos döntőt 5 méteresekkel. Tehát a, a világ változik, vagy a helyzet változik. Egyébként tényleg gyakorolja a csapat. Egy hét, a, egy hét alatt legalább két-három olyan edzés van, aminek a végén kifejezetten mind a kapusok szemszögéből, mind a lövők szemszögéből 5 méteres edzés van. Ez, ez ú, úgy látszik, hogy, hogy ez helyes, és hogy be is válik. Hiszen a, a soma az szugálja a labdát, a fiúk meg mindig egyel, legalább többet lőnek be, mint az ellenfél, és akkor ez a recept, tehát hogy is nem nagy, hogy ezt szokták mondani, egyszerű játék ez, ha gól, akkor gól, és a, és a legvégén van vége. Tehát végülis ezeket a fiúk, ezeket a vicces mondásokat szokták nekem mondani, tehát e, ilyen szempontból e, azt gondolom, hogy mentálisan sokat fejlődött ez a csapat, és valóban, amikor döntőbe kerültünk, akkor azt gondoltuk, hogy én már akkor azt gondoltam, hogy nagyon tisztesen helytáltunk, és azt kértem a fiúktól, egyébként már Pesten az utazás előtt, hogy örömbizalabdát kell mutatni. Nem izguljunk, izguljanak azok, akikkel játszunk, hisz három előző győztes sikerült legy legyőznünk, tehát izguljanak azok, akik már nyertek uh, b t nem is olyan régen, plusz a végén a címvédő jött, izguljon a címvédő. Mi egy nagy mosoly az arcunkból léptünk be az uszudába, és úgy is távoztunk. Igen, a bajnoki döntő után beszélgettünk itt többek között Kállai Márkal is, aki mondta, hogy a Juk Dubrovnik, a Barceloneta, ugye a Barceloneta és az olimpiákhoz három olyan csapat, amelyik, ugye a Proreco is uh, ott volt. Tehát olyan csapatokkal állt szemben a Fradi, amelyekkel szemben tényleg csak a felszabadult játék tudott uh, győzelmet és sikert hozni. De nagyon érdekelne engem az, amit többen feszegetnek, hogy Varga Zsolt uh, az az edző. Csurka Gergely úgy írt róla, hogy az a tiszta fejű, felkészült edző, aki ezt a csapatot képes volt eljutatni arra a szintre, persze az igazolásokkal, világszintű játékosok érkezésével, mint mondjuk vargadénes. Szóval, hogy hogy ő volt az, aki eljuttatta a csúcsra ezeket a játékosokat. Mondanál néhány szót róla, mert, mert a, a többiek nem nagyon beszéltek arról, hogy mi az, amit, amit Varga Zsolt ennyire jól tud. Varga Zsolt azt tudja nagyon jól, egy rendkívül jó vizetbázó volt, tehát nagyon sok mérkőzést játszott le, hogy olimpiai bajnokról beszélünk, ezért nagyon sokat átélt ilyen döntőket, ilyen szitukat, és nagyon-nagyon szorgalmas ember, és nagyon elkötelezett ember. Tehát a Zsoló megvan a, a szikra, amitől valaki olimpiai bajnok lesz a vízben, az a szikrát kioszta a vízből, és ő mióta a, a vezetőedzője a Ferencvárosnak, ugye az első felnőtt csapata mi voltunk évekkel ezelőtt, hogy így mondjam, tehát miattunk neki bizalmat, ő azóta egyfolytában tanul. Tehát nem szégyelli azt, és szerintem nagyon helyesen teszi, hogy mindig azt gondolja, hogy van hova fejlődnie, tanulnia, együtt tanul a csapat, együtt fejlődött a szakosztály a hat évvel ezelőtt. És együtt érkezős. változott is a csapat. Együtt változott, talán. így van, és ezt ő a mai napig így csinálja, tehát nagyon sokat dolgozik, nagyon sokat videózik, elemez, kipróbált egy csomó olyan új dolgot, amelyet más csapattal nem használ, lábelőmérőtől kezdve a lövéselőmérő, akkor gyártott egy olyan, olyan bábút, amit ha, ha, vízbe lehelyezünk, akkor egy nagy három méteres építményről van szó, imitálja a blokkolásokat, tehát ezt ő megépítette, meghegesztette, tehát hogy neki mindig van a fejében egy ötlet, hogy hogy lehetne valahogy imitálni azt, hogy ami, a, ami, az ellenfelet, hogy is mondjam, helyettesíti, amikor nincs ellenfél a vízben. Tehát az ő, az ő munkájának mondom, az elhivatottság, a szorgalom, és az a pici szikra, ami mindig, Kiemelve valakit azok közül, aki olimpiai bajnok lesz, vagy sem? Akkor valószínűleg erre vonatkozott Kemény Dénesnek a közösségi oldalon leírt dicsérete, hogy egy olyan edzőről van szó, aki folyamatosan keresi az újdonságot. Dénes is erről volt annak idején híres. Az imént beszéltél arról, hogy sok minden változik, és folyamatosan változik. Most is változik a csapat. Vannak, akik mennek, és vannak, akik jönnek. Erről beszéltél már a sajtótájékoztatón, idézzük fel, hogy ott mit mondtál. Igen, a múlt héten jelentettük ezt be. Még visszatérnék egy mondatban az, hogy a hogy a, a Zsolt, és akkor a világsztárok így van, jöttek, én ezt soha nem beszéltem mellé, vagy nem tagadtam, hogy, hogy igen, igazoltunk kész játékosokat is. De csúcsra is. így lehet jutni, nem? Az évek, az évek során, de azt gondolom, hogy a csapatnak jót több, mint a fele, most uh, a teljeség igenye nélkül, a fogásom, a Polzoli, a Kálai Márk, a, akit a múlt héten éppen a, a Mersz Tamás megjelölt a Világliga csapatba, is, ha játszik, akkor először lesz váltott életében. Hát azt mondom, hogy akkor a német Toni, a Szédülmájer Tomi, a Jansik Szilárd, ezek olyan játékosok, akikről úgy mondogatták, hogy, arany, hogy tehetséges, meg úgy van benne valami, de úgy valahol sehol nem, nem vertek gyökeret, és senki nem dolgozott velük annyit, hogy kijöjjön. Szeretném elmondani, hogy ezek a gyerekek éles helyzetben az Európai Szupergo ugye a Kálai Mark, most a Szédülmájer és a Jansik, Odaálltak az öt métereseknél nem remegett a kezük, az egyszer igen, de utána, amikor nagyon kert, akkor nem. Fölvállalták a Soma, 21 és fél évesen, 22 évesen védi a kapunkat. Tehát azt gondolom, hogy a, a világsztárok, nem elvéve Vámos, Varga, Janger, Mitrovics, ezek világnagyságok, és főleg a, a Dumi, aki most az MVP-let megint, ő nélkül ez a csapat biztos nem tartana itt. De azt gondolom, hogy ez egy jó elegy. És ezt, ezt az elegyet akarjuk most is föntartani. A hárman távoznak, a, a Stefan Mitrovics, a Bobán, a Nikics és a Gornagy Miklós, ők nem lesznek velünk jövőre. Különböző szerepeket töltenek ők majd be még az életük során. Azt gondolom, hogy, hogy mindenki másfajta utat választott a, a következő időszakban. És érkezik az alágigergő, és akkor így összeáll egy olyan három balkezes lánc, ami, hogyha, ha már a DNS szóba került, akkor a magyar váltott akkor volt ugye nagyon-nagyon csúcson, amikor három se tudott játszani. Azt gondolom, hogy ez egy, jó moment talán. Érkezik a, a Funtulis nevű játékos, aki a, az Olimpiákos és a, a görög váltottnak a csapatkapitánya. Egyébként aki a címvédő Olimpiákosnak is a csapatkapitánya, és a tavalyi bl döntő hőse, az akkori MVP. Azt gondolom, hogy ővel mindenféleképpen jól, jól erősödünk, és egy olyan taktikai variációt lehet vele megtenni, ami, ami előre visz minket. És érkezik egy kanadai fiú, egy bikari nevű fiú, akinek a neve most nem sokat mond a, szurkolóknak talán, de azt gondolom, hogy egy év múlva nagyon sokan fognak csettinteni. Annyit szeretnénk mondani, hogy őre azt gondolják, hogy ő a következő jenger. Azt hiszem, hogy meglehetősen izgalmas lesz a következő év is majd. Én csak azt kívánom nektek, hogy ez a két év, amiben hét döntött sikerült sorozatban nyerni, az folytatódjon. Azt hiszem, hogy akkor meglehetősen sok jót kívánok nektek. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és képviselted itt a csapatot nálunk. Én köszönöm, hogy itt láttam. És gratulálunk még egyszer a csapatnak természetesen. Viszontlátásra! thank you